Mozgalmas évet zárt a mentőszolgálat. Országosan 253 mentőállomáson összesen 7800 mentő dolgozó tevékenykedik. Ők több mint 1 millió beteget láttak el az évben. A megyei mentőegységek is dolgozók sem unatkoztak, 2018-ban több mint 65000 feladatot láttak el. Mindezt kiemelkedően magas minőségben és szakmai színvonalon. A régióban 150 mentőegység áll rendelkezésre, 52 autó fut itt Szabolcs-Hatmár-Bereg megyébe. Országban összesen 8000 mentő dolgozó, és ugye itt Szabolcs-Hatmár-Beregben a megyei mentőállomáson egy irányító csoport is működik, és itt is azt kell, hogy mondjam, hogy 100%-os a feltöltöttségi arány, úgyhogy reméljük, hogy a jövő évet is hasonló sikerekkel fogjuk zárni. A sikeres évhez hozzátartozik az is, hogy a megye minden esetrohamkocsija olyan speciális szénmonoxid érzékelővel lett felszerelve, amelyek azonnal jelzik a szénmonoxid szintet, ha olyan helyre érkeznek a mentők, ahol fennáll a mérgezés veszélye. A mentőszolgálat dolgozói új egyenruhákat is kaptak 2018-ban, amelyek beszerzése már régóta váratott magára. A darabok kiválasztásakor figyelembe vették a mentősök igényeit is, így kényelmes, praktikus, fényvisszaverő csíkokkal ellátott egyenruhát kaptak. Erre 1,1 milliárd forintot költöttek országosan, nyár végére már 85000-nél is több szett állt rendelkezésükre. Megyénkben töretlen a mentő dolgozói állások népszerűsége. Ezt jelzi az is, hogy nincs üres státusz, minden munkaköri csoport 100%-ra feltöltött. A munkához minden olyan eszközrendszer lehetővé vált, ami ezt a munkavégzést segítette. Új mentőautók léptek szolgálatba 2018-ban a megyében is. Megtörtént a dinamizálás, az elektronikus egészségügyi szolgáltatási térhez történő csatlakozás jegyében a papíralapú egészségügyi dokumentációt egy digitális dokumentációs rendszer váltotta fel, ma már tablet segít abban, hogy olyan egészségügyi dokumentáció készüljön a betegekről, amely innentől kezdve archiválható, bármikor reprodukálható, az egészségügyi intézményeknek átadható. Olyan mentéstechnikai eszközök kerültek ebben az évben is beszerzésre, amelyek segítették a mentődolgozók munkáját. Nagyértékű mellkaskompressziós készülék állt hadrendbe Szabolcs-Szatmár-Bereg megye rohamkocsiján, új lélegeztetőgép kerültek a megyébe. A fejlesztések pedig nem állnak meg. Jövőre energetikai korszerűsítés, dinamizálás és elektromos garázskapuk beépítése van kilátásban. Kormányzati döntés alapján pályázati forrásból megújul a vásárosnaményi mentőállomás. Ez jelenleg a tervezési fázisnál tart. Jövő év elején nagy értékű eszközöket is beszerez majd a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei mentőszolgálat. Így lélegeztetőgéppel, defibrillátorral, monitorral és gyógyszeradagoló pumpákkal gazdagodik az eszközpark. Ez 2019-ben jelentős segítség lesz a mentőszolgálat és a betegek számára egyaránt.